Csütörtök délután tartotta meg a szegedi székhelyű villamosipari termékek nagykereskedelmével foglalkozó Feszültség Kft. Új átfogó fejlesztési programját bemutató, telephelybejárással egybekötött sajtótájékoztatóját, ahol Sipos Aurél, a Feszültség Kft. Operatív igazgatója vezette körbe az egybegyűlteket. Feszültség Kft. 30 éves vállalkozás, a magyar villamosipari termékek nagykereskedelmének, most már kimondhatom, piacvezető cége. Ezt a tavaly évben értük el azzal, hogy összefonódást kezdeményeztünk az akkori Budapesti Elektrokort Kft.-vel, akik ma már Sóskúton a Feszültség Kft. Saját birtokában lévő telephelyén dolgoznak, mi így ketten együtt a magyar vezeték és kábel piacon az első helyet foglaljuk el. A jelen GINOP pályázat, amiről a mai rendezvényünk is szól, megelőzi két korábbi pályázat, hogy említsem meg ezeket is, egy korábbi GINOP-os 2019-es és egy CED 20-as 2020-as indítású pályázat, aminek a fő csapás iránya 2021-ben történt meg. Ezek a pályázatok alapozták meg a 2021-es GINOP 1.2.1-es pályázatot, ugyanis ezek a pályázatok segítettek bennünket ahhoz hozzá, hogy a telephelyünket bővítsük, a telephelyünket modernizáljuk, majd ezzel az új pályázattal, aminek 400 milliós befektetési értékkel fog megvalósulni, 275 milliós pályázati összeggel, tovább tudjuk modernizálni a telephelyeinket, biztonságosabbá tudjuk tenni a termelésünket, új termelőeszközöket tudunk vásárolni, illetve logisztikai hatékonyságot tudunk fejleszteni azzal, hogy a göngyölegeink, amelyek kábel, vezeték, dobtároló egységek, ezeknek a hely racionalizálását meg tudjuk oldani, illetve konfekcionáló gépeket tudunk csatasorba állítani, és meg tudunk valósítani egy olyan termelési, logisztikai, kereskedelmi egységet, amivel Magyarországon továbbra is fenn tudjuk tartani a piacvezető szerepünket. Ennek az új GINOP pályázatnak a keretein belül a Feszültség Kft. Képzéseket tud szervezni. Már megvalósítottunk vezetőképzést, megvalósítottunk értékesítési és beszerzési kollégák képzését. Továbbá egy nagyon fontos informatikai fejlesztési csomagot is bevállaltunk a pályázat keretein belül, amikor is a logisztikai rendszereink automatizálási vonalán, a raktár automatizálási vonalán fogunk tovább lépni. A cégünk ugye 30 éves, most már 31 éves, folyamatosan fejlődött, folyamatosan fejlődik, és mindig van új lehetőség. Ugye a kábel és vezeték nagykereskedelem konfekcionálás mellett pár évvel ezelőtt a Feszültség Kft. Fölvállalt egy új tevékenységi kört is, ez a villamosipari szerelvények és szerelési anyagoknak a nagykereskedelme. Ebben rengeteg új lehetőség van. Ennek a termékkörnek bizonyos szegmensét képviseljük, bizonyos termékkörben még nem vagyunk jelen. Két évvel ezelőtt sikerült ezen a területen is egy új irányvonalat kiépítenünk. Képviselői vagyunk egy olyan Európai Uniós gyártmánynak, egy olyan termékcsaládnak, ami csak a Feszültség Kft.-n keresztül érhető el a régióban. Ezt az utat szeretnénk folytatni, több olyan terméket szeretnénk beintegrálni a nagykereskedelmi portfólióba, ami csak a Feszültség Kft. Sajátja. Nagyon fontos jövőképünk a hulladékhasznosítás. Ez szintén a pályázat keretein belül megvalósítandó új cél. Ez azt jelenti, hogy a vezeték és kábel nagykereskedelmi tevékenység során keletkezik selejttermék, egyrészt a feldolgozás során, másrészt keletkeznek olyan darabhosszak a konfekcionálás során, amelyek nem értékesíthetők. Ezeket újrahasznosítjuk. Új gépeket vettünk, így ezek a gépek alkalmasak arra, hogy a kábelek, vezetékek, fém és műanyag összetételét szétválogassák, és külön értékesíthetővé tegyék a fémtermékeket a műanyag termékektől. A műanyag termékek továbbfeldolgozására is van speciális elképzelésünk, ezek úgynevezett fröccsentő gépeknek a beszerzésével fog megvalósulni, és olyan termékek gyártásával, amit a villamosipari nagykereskedelmen tovább tudunk értékesíteni. Hát ugye röviden ezek, úgy gondolom, egy körülbelül 10-15 évre lefették a jövőképünket.